Reggel 7:30, indul a nap, gyerünk az iskolába. Kristóf most szeptemberben lépte át először a suli küszöbét, nagy táskával a hátán, tele izgalommal indul új barátaihoz. Henrik idén kezdte a 6. osztályt, ő már kicsit több tanszerrel gyalogol nap mint nap az egyik közeli intézménybe. Az oktatási miniszter egyébként 2004-ben rendeletben szabályozta, hogy az iskolatáska nem lehet több 3 kilónál. Lássuk, átmegye a gyerekek batyúja a vizsgán. Íme egy alsós táska, néhány füzettel, a tankönyveket ugyanis a kicsik bent hagyhatják a tanteremben. A mérleg 1,5 kiló közeli értéket mutat, vagyis a törvény szerint zöld jelzést kap. Nézzük a zsúfolt felsős tarisznyát. Nos, itt a súlymérő először kiakadt, aztán második próbálkozása megállt 3 kiló alatt. Persze utána nem tudtuk a mércét visszaállítani, vagyis a 6. osztályos táska súlya rejtély maradt. De jó hír, hogy Győrben nagy figyelmet fordítanak arra a nevelők, hogy ne terheljék meg a gyerekeket. Így a Fekete István általános iskolában is, ahol az alsó tagozatos diákok saját osztálytermükben tárolják tanszereiket. Nagyon könnyű dolgunk van, mert közel 20 éven állunk iskola otthon van, tehát ez azt jelenti, hogy az alsó tagozatban az első 4 évfolyamban a gyerekek hétfőn hozzák a felszereléseiket, és csak hétvégén viszik haza. Hétközben csak akkor egy-egy füzetet, tollat, vagy olvasókönyvet, vagy pedig olyan füzetet, amire a szülő kíváncsi, azt meg nem 3 kiló. Az intézményben nem csak a piciknek jár a figyelem, a nagyobbaknak például nem kell szótárt vinniük az órákra, és néhány könyvet is az iskola szerez be. Persze a tanulók azért nincsenek könnyű helyzetben, hiszen egy 30-40 kilós gyermeknek megterhelő lehet egész nap cipelnie a tömött zsákot, a testnevelés és az úszás cuccról nem is beszélve.